A hivatalos adatoknál 10-szer több fertőzött volt az első hullámban a koronavírus epicentrumában, a kínai Wuhanban, derült ki a kínai betegség megelőzési központ jelentéséből. A tudósok a tanulmány elkészítésekor 34 ezer embert vizsgáltak meg Wuhanban és más Hubei tartománybeli városokban. A kutatást egy hónappal azután végezték, hogy a kínai hatóságok bejelentették, megfékezték a járvány első hullámát. Miközben világszerte szigorú korlátozásokkal próbálják megfékezni a koronavírus terjedését, a járvány kiinduló pontjának tartott kínai Wuhanba ismét visszatért az élet. Két hónappal a lezárások feloldása után december közepén újra kinyithattak az éjszakai szórakozóhelyek, és maszkot sem kell viselni. A járvány idején Wuhan valóban egy halott város volt, de most ismét kinyitott, azelőtt sohasem volt ennyi ember a szórakozóhelyeken, mondta egy fiatal lány. Wuhanból teljesen eltűnt a koronavírus, május óta egyetlen fertőzöttet sem regisztráltak. A hatóságok annak idején 50 ezer azonosított fertőzöttről tájékoztattak, ám csak nem egy évvel a járvány kirobbanása után a kínai betegség megelőzési központ jelentéséből kiderült, hogy 10-szer annyian, vagyis legalább 500 000-an fertőződhettek meg. A hétfőn közölt jelentésről az amerikai CNN hírtelevízió számolt be. A tanulmány elkészítésekor 34 ezer embert vizsgáltak meg Wuhanban és más Hubei tartománybeli városokban, illetve Pekingben, Shanghaiban. A tudósok megállapították, hogy a 11 milliós Wuhanban a vizsgáltak szervezetében nagyjából 4,5%-os gyakorisággal fordul elő a koronavírus fertőzésekor képződő antitest. Más Hubei tartományi városokban azonban csak tized annyi eset volt. A közép-kínai tartományon kívül megvizsgált 12 ezer ember közül pedig csak 2-nek a szervezetében mutattak ki antitestet. A kínai külügyi tanács részben a járvány kirobbanásakor uralkodó káosszal magyarázta az eltérő adatokat, illetve azzal, hogy a hivatalos kimutatásban nem szerepeltek a tünetmentes esetek. Sokan otthon haltak meg, miután elküldték őket a kórházból azzal, hogy vonuljanak karanténba. A hatóságok ezeket a haláleseteket sem tüntették fel a statisztikákban. A szakemberek szerint a járvány első hullámában nem csak Kínában, hanem az Egyesült Államokban és Európában is többen fertőződhettek meg, illetve több halálos áldozata is lehetett a koronavírusnak, mint amennyi a hivatalos kimutatásokban szerepelt.